Mária Pócson folytatódott a Rallycross országos bajnokság. Az idei hét utamosra tervezett sorozat második állomásán Répási Robertel a Zala Erix csapatverseny, Erix csapatversenyzőjével csapat majdnem minden baj megesett, ami csak megtörténhetett. Az alegerszegi versenyző már korábban a viadal helyszínére érkezett, hogy tesztelje a pályát. Ez végül nem sikerült, mert a kocsi kuplungja meghibásodott. Így javítani kellett. Az Onerix szerelői végül rajtképes állapotba hozták a skodát. A futamon már minden simán ment, répási Robert végig harmadikként autózva ért célba.